Nőtt a pedagógus képzésre jelentkezők száma, a Nyíregyházi Egyetemen is egyre többen választják a pedagógusi pályát. Kedvezőbb feltételek, ezentúl a bérbeadóknak nem kell EHO-t fizetni, ezzel jelentősen csökkennek a bérbeadással foglalkozó magánszemélyek adóterhei. A himnusz kézirata érkezik, a dokumentumot a Magyar Kultúra Napja megyei főrendezvényén mutatják majd be. kal nőtt a pedagógus pályára jelentkezők száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Emelkedett a Klebelsberg ösztöndíjat kapó hallgatók száma is. Már több mint 2000 pedagógus képzésben résztvevő egyetemista kap támogatást a kormánytól. Nyíregyházán is folyamatosan emelkedik a pedagógus képzésre jelentkezők száma. Az egyetem a teljes pedagógus képzés lefedi az óvodáktól a középiskolákig. Egyre többen választják a pedagógusi pályát. Balogh Zoltán, az emberi erőforrásokért felelős miniszter, a Klebelsberg képzési ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta. A gyerek után a tanár a legfontosabb köznevelési szereplő, a tanár az, aki majdnem minden múlik, és nemzetstratégiai fontosságú, ami az osztálytermekben történik, ezen múlik, milyen lesz a jövő. Hozzátette, egyre jobb tanárokra van szükség, akik képesek új tudásterületeket, kompetenciákat, készségeket elsajátítani a 21. században a sikeres oktatáshoz. Ezért is indították el a Klebelsberg ösztöndíjat, így a pedagógus képzésben résztvevők a miniszter szerint tényleg csak a tanulásra kell, hogy koncentráljanak. A 17-18-as tanévben újabb 651 hallgató szerezte meg a jogot, hogy Klebelsberg ösztöndíjas lehessen. Ez azt jelenti, hogy ma 2132-en tanulnak úgy a magyar felsőoktatásba, hogy tudják, hogy 4-3-2 év múlva tanárok lesznek, 1920 fő. Osztatlan tanárképzésben is 212-en most indulnak a gyógypedagógiai alapképzésre. Nyíregyházán is folyamatosan emelkedik a pedagógus képzésre jelentkezők száma. Az egyetem a teljes pedagógus képzést lefedi az óvodáktól a középiskolákig. Most is ugyanazt a 14 közismereti tanári szakot kínáljuk, mint az előző tanévekben. Ez szakpárosításban érhető el a Nyíregyházi Egyetem kínálatában. A tavalyi év óta viszont, ami jelentős bővülés jelent, levelezőképzésben is. A szakmai tanárképzés területén várható, vagy remélünk fejlődést és fejlesztést, mert a meglévő mérnök tanárszakunk mellett még akkreditáció alatt van, tehát még nem tudom azt mondani, hogy indítjuk, de szeretnénk a következő tanévben indítani a közgazdász tanár szakot két szakirányjal, ez a diplomásokra vonatkozó képzési javaslatunk lesz. A Klebelsberg ösztöndíj átadónak nyíregyházi vonatkozása is volt. Az ország egyetemistáinak nevében Kelink Réka első éves énekzene szakos hallgató mondta az ünnepi köszöntőt. A köszönet nyilvánítás mellett szó esett róla, hogy képzelem el a jövőmet, mint pedagógus, milyen eszközökkel szeretnék jó pedagógussá válni, és természetesen, hogy ez az ösztöndíj miben segít. A Nyíregyházi Egyetemen több mint 30 hallgató kapta meg a Klebelsberg ösztöndíjat. A lakás kiadásoknál is kedvezőbb változások léptek életbe 2018. január 1-től. Ezentúl a bérbeadóknak nem kell EHO-t fizetni, ezzel jelentősen csökkennek a bérbeadással foglalkozó magánszemélyek adóterhei. A KSH adataiból kiderül, az utóbbi években egyre népszerűbb lett a lakásbérlés hazánkban. 2017-ben már a lakosság 5,2%-a volt bérlő. A lakosság jelentős része a saját tulajdonú ingatlan megszerzésére törekszik. A KSH adatai alapján azonban az elmúlt években valamennyivel többen választják a bérlési lehetőséget. Korábban a magánszemélytől bérelt ingatlan után kötelező volt EHO-t, azaz egészségügyi hozzájárulást fizetni. 2018. január 1-től ez a kötelezettség azonban megszűnt, így ezentúl jelentősen csökkennek a bérbeadással foglalkozó magánszemélyek adóterhei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015-ben 2100-an, egy évvel később már 2600-an foglalkoztak ingatlan bérbeadással, derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal adataiból. 2018. január 1-től az ingatlan bérbeadással foglalkozunk, meg egy fontos változás történt, hiszen itt az ingatlan bérbeadók 1 millió forintos bevétel határ után már nem kell, hogy befizessék a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Ez azt jelenti, hogy ez a kedvezmény mindazokat érinti, akiknek nagyobb jövedelme keletkezik az ingatlan bérbeadásból, mint 1 millió forint.
2016-os adóévre vonatkozóan egyébként a bevallásokból itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiderült, hogy több mint 2600-an foglalkoznak ingatlan bérbeadással. Ez azt jelenti, hogy nekik összesen 2,1 milliárd forint bevételük keletkezett, ami átlagosan levetítve egy-egy bérbeadóra 810 ezer forintos éves bevételt jelent, tehát ők valószínűleg nem érintettek ebben a jogszabályi változásban. A KSH adataiból az is kiderül, tavaly a háztartások 5,2%-a piaci áron bérelte az általa lakott ingatlant. Ez az arány 2011-ben még csak 3,6% volt. Az albérletek népszerűsége főleg a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban növekedett. Ennek legfőbb oka a munka, főleg azért, mert az elmaradottabb régiókban hátrahagyott ingatlanok értéke nem fedezi a nagyvárosi lakások árát, olvasható a Népszava online felületén. Az albérleti díjak azonban a keresetek egy részét elveszik, ez kompenzálhatja valamennyire a munkáltatók által adómentesen adható lakhatási támogatás. Ennek mértéke is változott ettől az évtől. Eddig a minimálbér 40%-át kaphatták támogatásként, 2018-tól pedig már a minimálbér 60%-a adható. Mivel a minimálbér is emelkedett, így ez az összeg havonta akár 83 ezer forint is lehet. Januártól elindult az elektronikus ügyfélkaput leváltó új felület, amelyen az eddigieknél is több ügyet intézhetnek el a felhasználók. Jelentősen könnyebbé válik az ügyfélkapu használata, mivel egy egységes felület jött létre, amin keresztül a szolgáltatókkal, illetve az önkormányzatokkal lehet a kapcsolatot tartani, és több ezer ügyet lehet elintézni. Ezzel együtt januártól a rendőrségnél is lehet már elektronikusan ügyeket intézni. A közigazgatási ügyek mellett ezentúl rendezvényekkel kapcsolatos bejelentés, bűncselekményekkel kapcsolatos beadványokat, bejelentések és feljelentések megtételét is meg lehet tenni elektronikusan, ahogy szabálysértési ügyekben is van már lehetőség erre, például a gyorshajtások kapcsán. Átlagosan 3%-kal drágulnak a postai szolgáltatások január 16-ától. Több szolgáltatás esetén nem változnak a díjak. A hivatalos irat ára 10 forinttal 370 forintra, az ajánlott és tértivevény többlet szolgáltatás pedig 5-5 forinttal 295 és 205 forintra nő. A belföldi csomagküldés is drágább lesz, nem változik viszont a csomagautomata ára, sem az üzleti csomaghoz kapcsolódó többlet szolgáltatások, például az értéknyilvánítás, utáni vagy szombati kézbesítés díjai, sem a nemzetközi csomagárak. Ezen kívül nem emelkedik a leggyakrabban feladott termék, a közönséges levél, valamint az elsőbségi levél díja, a levelező lap is a képes lapára. Az árváltozások részleteiről a Magyar Posta ZRT honlapjának díjszabásokat bemutató felületén lehet tájékozódni. A himnusz kézirata érkezik hamarosan Nyíregyházára az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből. A kéziratot a Magyar Kultúra Napja megyei főrendezvényén mutatják majd be január 20-án azzal a céllal, hogy minél többen megismerjék a nemzeti erekéinket. Különleges lesz idén a Magyar Kultúra Napja Nyíregyházán, ugyanis a megyeháza dísztermébe érkezik Kölcsey Ferenc himnuszának kézirata. A dokumentum az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonában van, ahonnan évente egyszer van lehetőség azt kihozni. Eddig 4 helyszínen lehetett megtekinteni, 5-ként pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe Nyíregyházára érkezik 2 napra. A Kölcsey család leszármazottainak jóvoltából láthatjuk ezt a kéziratot, és mellette Erkelnek a partitúráját, a zeneműnek a eredeti kéziratát is láthatja a szélesebb nagy közönség. Ezen a héten pénteken, 19-én pénteken, reggel 9 órától tekinthető meg a kézirat, amíg lesz rá érdeklődő, azt is mondhatnám. Itt elsősorban látogató csoportok érdeklődésére számítunk. Őket a Nyíregyházi Egyetem irodalomtörténész professzora Karádi Zsolt egy különleges tárlatvezetéssel várja 10, 12 és 14 órakor, amelynek során más a Kölcsey erekéből származó tárgyakat és leírásokat is láthatnak az előre bejelentkezett csoportok. Szombaton 10 órától az egyéni látogatók számára is elérhetővé válnak a kéziratok 13 óráig, amikor is a megyei önkormányzat hagyományos koszorúzási ünnepsége kezdődik. Az esemény sorozat zárásaként január 21-én 11 órától ökumenikus istentisztelet várja az érdeklődőket a Szatmárcsekei Református templomban.
Hozz rá vígesztendőt címmel mutattak be filmet a himnuszról a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltárban. A rendezvényen Kántor István, a film rendezője kiemelte, elsősorban a fiatalokat szerette volna megszólítani a művel, hogy ők is minél jobban megismerhessék nemzeti imánkat. A rendezvényen a Magyar Kultúra Napja alkalmából a filmvetítés mellett előadást is tartottak a himnuszról. Ezt a nemesen egyszerű dallamot meghallva bárhol a világban a magyar nemzet történetének ezer éve jelenik meg élénk képekben, minden magyar ember gondolataiban. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én befejezett, Erkel Ferenc által megzenésített himnuszát minden magyar ismeri, és már megtanulja egészen fiatalon. Nemzeti imánkról Kántor István készített filmet, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából vetítettek le a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltárban. A filmrendező szerint fontos, hogy a mai fiatal generáció ne csak megtanulja, de ismerje is meg a himnuszt. Ezt a filmet a Kölcsey Társaság készítette el 2014-ben, amikor a társaság fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Ebben az évben nem csak ez a film készült el a társaság jóvoltából, hanem három nagyobb alkotás, egy antológia, egy himnusztábrázoló triptihon, illetve ez a film. A társaságnak nem titkolt célja és szándéka volt az, hogy valamikor ezt oktatási segédanyagként is lehessen használni, hiszen ez feldolgozza azt a történelmi korszakot, amikor a himnusz született, és egyfajta rálátást ad magára a költeményre, illetve a történelmi összefüggéseire. Kölcsey Társaság majdnem egy idős a magyarországi rendszerváltozással. Sőt, ha úgy tekintjük, egy évvel fiatalabb, hiszen 1988-ban határozták el, jó részt a megyében élők, de innen elszármazottak is, hogy létrehozzák a társaságot, mert úgy gondolták, hogy megérett az idő arra, hogy a nemzeti érzés, a hazafiasság jóval hangsúlyosabban jelenjen meg, mint az a Kádár korszakban volt. Emelte ki a rendezvényen a társaság elnöke Jánosi Zoltán. Pontosan az, amit Kölcsey meghatározott. A nemzetben való gondolkodás, az Európában való gondolkodás és a nemzeti jövőképben való gondolkodás. Különösen ez az utolsó olyan, hogy ez halhatatlan, ennek nincs vége. Ameddig nemzet van, ameddig magyar ember van, addig a jövőjéről fog töprengeni, hogy mit kell cselekednie a jelenében ahhoz, a kultúrájában is, és egyáltalán a politikában, hogy megbízhatóan a Kárpát-medencei magyarság megmaradjon és tovább élhessen. Kölcsey teljes munkássága példát ad erre. A filmben olyan kiváló színművészek szerepelnek, mint Csikos Sándor, valamint Ráczkevei Anna, a Csokonai Színház igazgatónője. A küzd ellenséggel. Hurka, kolbász és toroskáposzta készült hajnaltól a Sóstói Múzeum faluban, a Jósa András Múzeum munkatársai mellett a miskolci és külföldi múzeumok is részt vettek azon a disznóvágással egybekötött kötetlen találkozón, melynek célja a jókedv mellett a nemzetközi, határon átnyúló szakmai kapcsolatok építése is. A külföldről érkező vendégek az egésznapos programnak köszönhetően bepillantást kaphattak a megye gasztronómiai hagyományaiból és a szabolcsi ízek világából is. Nem sikerült a bravúra Kisvárda női kézilabda csapatának szombaton, a Ferencváros látta vendégül az NB1-ben Máté Fieszter csapata, amely az első félidőben még tudta tartani a lépést a fővárosi együttessel, azonban a második játék részben a Fradi felülrölte ellenfelét, és 34-18-as győzelmet aratott. A Kisvárda férfi labdarúgó csapata nemrégiben már győzelmet aratott a Ferencváros felett, szombaton a női kézilabdások készültek hasonló bravúra. A teltházas buzdítás mellett sem ígérkezett azonban könnyűnek a feladat, a Fradi kezdőjében ugyanis csak a legutóbbi németországi világbajnokságot is megjárt válogatottak kaptak helyet. A vendégek gyors lerohanásokkal már rögtön az elején megléptek 4-1-re, majd negyed óra elteltével már 7 gólosra nőtt a Fradi vezetése. A Kisvárda azonban kapuscserével és Orbán Adrián góljaival feljött 11-9-re. Máté Fieszter együttese ennek ellenére nem tudta a félidőre ledolgozni hátrányát, hanem ismét nőtt a két csapat közti különbség, és 14-10-es vendégvezetés mutatott félidőben az eredményjelző. A Fradi közben a cserékkel sem gyengült, sőt egyre jobban felülrölte a Kisvárdát, 30-16 után pedig már Máté Fieszter is látta, hogy a mérkőzés elúszott, és kulcsjátékosait inkább lecserélte, pihentetve őket a szerdai Vác elleni kupameccsre.
A mérkőzésen végül kijött, hogy miért is a Fradi vezeti a tabellát, és sima 34-18-as győzelmet aratott a fővárosi együttes. Azért úgy gondolom, hogy kijött a két csapat közötti különbség, tehát a Ferencváros a BL-ben edződik, mi azért itt a magyar bajnokságban. Sokkal összeszokottabb csapat a Ferencváros, remek kiváló játékosok alkotják a csapatot, válogatott játékosok a kispadon is. Ami az elején, körülbelül a 10. perctől keményedett föl a védekezésünk, akkor egy kicsit ott meg tudtuk közelíteni, 12-10-re föl tudtunk jönni, sőt még támadhattunk is volna az egy gól különbségért. Ott ez nagyon-nagyon jó szakasz produkálta a csapat, utána viszont én úgy gondolom, hogy a papírforma érvényesült, és hát amikor már eldőlt a mérkőzés, ha már elég korán eldőlt, azért próbáltam tartalékolni, mert nekünk szerdán nagyon komoly Magyar Kupa mérkőzésünk lesz. Most a héten is betegek voltak a lányok, tehát többen hiányoztak. Van, aki még most sincs 100%-os állapotban, és ezért voltam kénytelen hát egy kicsit tartalékolni, mondhatom, hogy pihentetni a meghatározó játékosokat. Viszont annak örülök, hogy hát az Ivának kivételével mindenki pályára lépett, és azért igyekeztek a lányok hozzátenni, hát amennyire Ferencváros engedte, hogy hozzátegyenek ez a mai mérkőzéshez. Én azt gondolom, hogy a vártnál nagyobb arányba tudtunk nyerni, mint amire mi számítottunk. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a védekezésünk nagyon jól működött, és ebből nagyon sok könnyű gólt tudtunk lőni. Felállás szerintem nagy különbség nem volt a két csapat között, de ebben mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon nagy különbség volt. És ez tette nagy arányúvá a mérkőzést. Az első fél idő elején nagyon jól kezdtünk, és utána a saját támadásunknak a gyengeségéből, vagy a fegyelmezetlenségéből kaptunk mi is könnyű gólokat, és ezzel szoros lett az első fél, de a második fél időben már azt gondolom, hogy nagyon fegyelmezetten és jól kézzel abbeztünk, valamint az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezért több hadrafogható játékosom volt ma, mint az ellenfelőnek. 10. alkalommal rendezték meg a már hagyományosnak számító Szizó kupát Mátészalkán. Közel 50 csapat versengett a jubileumi tornán, amely csütörtöktől vasárnapig tartott. A küzdelmek végső győztese a debreceni Hungarotarg csapata lett, akik idén már harmadik alkalommal zsebelték be a legjobbnak járó trófeát, és ezzel sporttörténelmet írtak. Már 2017. december közepén elkezdték szervezni a 10. Szizó sportszerkupát. A jubileumi tornán 12 csoportban 48 csapat mérte össze erejét csütörtöktől vasárnapig Mátészalkán. Az egyre népszerűbb teremlabdarúgásra megyén és országhatáron túlról is érkeztek idén csapatok. Külön öröm számunkra, Mátészalkai városvezetés számára, hogy ilyen komoly vállalkozói szféra dolgozik emögött a torna mögött, hiszen közel 50 csapat versengett most az elmúlt 4 napban, és azt gondolom, hogy a torna névadója, a Szízó, Papik Szilárd és Papik Zoltán 10 éve elindított valamit, amiből egy úgy gondolom, hogy nem csak a megyén belül és a megyén kívüli csapatok, hanem határon túli csapatok is már jelentkezésükkel növelték ennek a tornának a színvonalát. A létszámkeret hamar betelt, így idén már volt olyan csapat is, akit a szervezőknek vissza kellett utasítaniuk. A torna nem csak a játékosok, a szurkolók körében is egyre népszerűbb. Rekord nézőszám is volt, 4 nap alatt rengeteg néző fordult meg a csarnokba. Azt gondolom, hogy 10. alkalomra, 10. születésnapra megérett a torna arra, hogy a következő évben próbáljunk egy szintet lépni. Ezt a szintet úgy értem, hogy nem feltétlenül a csapat létszámba, mert az már kimerítette a lehetőségeinket, hanem a színvonalba és esetleg a körítésbe. Hát azt gondolom, hogy a városnak is egy méltó rendezvény, az Egyesületnek, Mátészalka labdarúgásának is méltó rendezvény. Sikeresnek ítélem meg ezt a tornát. A 2018-as Szízó sportszerkupa győztese immár harmadik alkalommal a debreceni Hungarotarg csapata lett, akik ezzel sporttörténelmet írtak. A döntőben a másik debreceni csapatot verték meg 1-0-ra. Elmondásuk szerint sikerük titka a csapategységben rejlik és abban, hogy mindenki szereti és tiszteli a másikat. Mindenki jár kispályás tornákra, mi erre a Szizó kupára szoktunk ebben az összetételben összejönni, mert vannak ugye a Debrecenből több csapatból is játékosok, de erre általában hál' Istennek ezzel a kerettel sikerül eljönni. Nem készülünk külön, mindenki ugye megvan a saját kispályás csapata, ott megy tornákra, tehát edzésben vagyunk úgymond, ide pedig egy héttel előtte telefonálunk mindenkinek is, és jövünk.
A csapat ígérete szerint a következő tornán is a címvédésre pályázik majd. Máté Szalka életében pedig nincs megállás. Újabb futszál és ifjúsági tornák indulnak a Máté Szalkai MTK keretein belül és pénzdíjas formában is. Idei második versenyén már is döntőt játszhatott Fucsovics Márton, aki karrierje 5. trófeájáért szállt harcba a világranglistán 87. olasz Andreas Seppi ellen. A nyíregyházi teniszező 2 óra 17 perc alatt végül szett előnyből szenvedett 5-7-6-4-6-3-as vereséget. A 75 000 dollár összdíjazású canberrai keménypályás Challenger tenisztorna döntőjében. A hétfőtől a világranglistán a 80. helyen álló nyíregyházi teniszező az Australian Open-en folytatja szereplését a 87. helyezett moldovai Radu Albot ellen magyar idő szerint kedden hajnali 1 órakor. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 30%-kal nőtt a pedagógus pályára jelentkezők száma, emelkedett a Klebelsberg ösztöndíjat kapó hallgatók száma is. Már több mint 2000 pedagógus képzésben résztvevő egyetemista kap támogatást a kormánytól. Nyíregyházán is folyamatosan emelkedik a pedagógus képzésre jelentkezők száma. Az egyetem a teljes pedagógus képzést lefedi az óvodáktól a középiskolákig. A lakáskiadásoknál is kedvezőbb változások léptek érvénybe 2018. január 1-től. Ezen túl a bérbeadóknak nem kell EHO-t fizetni, ezzel jelentősen csökkennek a bérbeadással foglalkozó magánszemélyek adóterhei. A KSH adataiból kiderül, az utóbbi években egyre népszerűbb lett a lakásbérlés hazánkban. 2017-ben már a lakosság 5,2%-a volt bérlő. A himnusz kézirata érkezik hamarosan Nyíregyházára az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből. A kéziratot a Magyar Kultúra Napja megyei főrendezvényén mutatják majd be január 20-án azzal a céllal, hogy minél többen megismerjék a nemzeti ereklyéinket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 15-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Továbbra is szükségünk lesz a kesztyűkre, sálakra és sapkákra, holnap ugyanis borongós időre számíthatunk havazással. Hosszú távon nyugat felől újra nedvesebb, de egyre enyhébb léghullámok érkeznek majd térségünk fölé, jelentős enyhülést hozva, de nézzük előbb az aktualitásokat. Az előttünk álló éjszaka gyakran erősen megnövekszik a felhőzet és hószálingózás előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül, reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég és többfelé várható havazás, de este már néhol akár ónos eső is lehet. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, és délutánra sem ereszt fogságából a fagy, mínusz 1 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Viszont melegfronti hatás lesz térségünkben, ezért a melegfrontra érzékenyek nehezebb napra számíthatnak. A következő napokban az átlagosnál néhány fokkal enyhébb csapadékos idő várható, szerdán, pénteken és szombaton többfelé több alkalommal kell kiadósabb esőre számítani, de helyenként vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat.